Szép jó hajnalt mindenkinek, Turin vagyok, ez pedig az Axu, egy klasszikus rouge-like, száműzöttek vagyunk egy börtönkolóniára, lehetünk harcosok, még nagyobb harcosok, mágia használók, már a kezdő képzettségre van egy villámunk. Nem tűnik rossznak koncepcióban, miért ne? Technofil, van néhány művégtagunk, kísérlet, van egy raklap mutációnk. Együnk mágia használók, és együtt van némi képzettségünk a hosszú fegyverekbe. Megérkezünk a kezdő helyszínre, csukjás alakot questet, és tartozik hozzá egy dungeon is. Van egy viszonylag jó fegyverünk. És van egy 3D3-at sebző villámunk. Ó, egy szintje lesz a képzettségeknek, az ilyesmiknek, az aranyos. Vegyük meg a questet. Mit tud eladni nekünk, ami hasznos? Cipő. Nincs pénzünk rá, egyébként nem lenne rossz. Után meg is érné. Oké, ezt a köpenyt vegyük fel. Nézzünk szét. Oh, hello! Ott a lejárat. Ismeretlen nyelven. Szöveg. Ha, kis kertecske. Oké. A kesztyűt vegyük fel. Plusz egy stealth. Különösebben nem érdekes, de nem árthat. Brass Knuckles, az nem érdekel. Adjuk el, ami nem kell. 210 ez a száj. Cipőt megvesszük. No, hát egyelőre azt hiszem ennyi. Cipőt fölkapjuk. Felteszem szokásosan csak az egyik lábunkra. Bal kéz és bal lábon van egy eszközünk. Másikat nem tudjuk, mert nincs miből. Kapunk egy pár XP-t, és itt van egyből egy valami. Kutya. Már amennyire kutyának lehet nevezni. Upszi. Kaja. Pihenjünk.
ékszer, gondolom rendkívül értékes. Pihenjünk. Hát ebből csak egy csont maradt, úgy látom, meg egy köpeny. Ó, hello! Na, valahogy állunk. Polár képzettségünk alig-alig növekszik. Hanem ott miért is tanuljuk? Ja, mert a másik kézben nincs semmi. Érdekes. Hó, mi vagy te? Mindegy. Tizenötös cooldown. Egy kicsit sok. Na, hát ez a villám, ez igencsak fincsi kis képzettség. Vagy képesség. Oh, hello. Ott a lejárat. Ó, épp sorba álltatok, köszönjük. Oké. Lőszer balta. Ó, szintet léptünk. Ennyi. Látom, az első szint az, az ennyi volt. 5%-ig eljutottunk a villámba, aztán csók. Ó, kutya az vonyított egyet, ha jól értem. Cserébe ott lesz a teteme a kaják készleteimben. No. Mindjárt tele lesz a készletünk. Nagyjából tele vagyunk. Oké. Hiszem itt az ideje, hogy kimenjünk és eladjuk a fölösleges cuccainkat. A kollégának az ajtóba.
vagyunk. Úgyhogy ez egy jó, jó... Hogy hívják? Dungeon, gazdag. Femur. Összet nem adunk el. Hát. Volt valami, ami érdekes? Nem különösebben. Egy lassan tele van a képzett készlete neki is. Ha jól láttam. És akkor menjünk tovább. Egy harmadik szint az jó lenne, feltéve, hogy kapunk valamilyen képzettséget, tudást, mi egyebet belőle. Ha rajtam áll, akkor nyilván villámmal ölünk meg mindenkit. Hát csak azért is, mert azt szintezni úgy látom jó buli lenne. Szerencsére egymás mellett jöttek. Oké. Valamennyire gyakoroljuk a botot is. Szálfegyvereket. De messze nem annyit, mint a többit, mint a villámot. Hogy hogyan nem? Magától át tudunk menni. Kaptunk 50 XP-t. Elértük a harmadik szintet. Tanulhatunk valamit. Lőfegyver nem annyira érdekel. Minden fegyverrel picit gyorsabb. Egyszerű. Több HP, némi ellenállás, de csökken az intelligencia, nem oké. Miért választanám az egyiket se? Minden fegyvere picit gyorsabb, az egy jó buli. Úgy lát, úgy vélem. Bár lehet, hogy korlátos számban tudunk ilyen képességekre szert tenni, és akkor nem biztos, hogy jó ötlet volt. Na, meglátjuk. Hello, mi a pokol vagy? Valami. Haha. Látom, beakadta.
hogy hívják be, pokálóba. Az jó hír, hogy a NPC-ket is gátolja. Tom of Radiation. Megnyugtató képesség. Egy vicces kis pajzs. Oké. Éhesek voltunk. Kicsit sugárzással szennyez. Drágább, de kisebb a CD. Hát ha valamit nem ölünk meg a Lightninggal, akkor még lehet, hogy hozzávágom ezt is. Mert hasznos. Vesző, teleport a felszínre. Tom of Healing. Ó, oh, hello. Ezért jöttünk. Nagy sugárzó. Ó, oh, hello. Kérdés, hogy ez a sugárzás magától elmúlik-e vagy sem. Egyelőre úgy látom, nem. Nem túl jó hír. Na, 3D3-at gyógyít. Gyógyítás, az egy fincsi dolog.
hello. Maradt alacsony a sugárzó mi voltom. Sugárzó egyéniségünk van, ugye? Hello, kutya! Felteszem, olyan sok minden itt már nincs. És negyedik szint. Yeah. Nem tudom, hogy történt-e is valami. Sisak. Az mehet a sisak fejünkre. Nyilpuska. Koppes az jónak tűnik. Króbár értékes. Ecset értékes. Megtűnik. Hát nem akarom a teleportunkat elpazarolni. Mikor csak ennyi a kiutás. Nem tudtál róla, hogy ott van egy Deep Hunter? Milyen pek, hogy nem tudtál róla, ugye? Ne hazudozz. De egy, kaptunk 100 XP-t, és azt mondja, hogy menjünk el egy terminálhoz, egy erőműbe, ha jól látom, és kapcsoljuk be. Kapunk újabb questet, az sose árt. Megveszi a bogyókáinkat. Hát nem is tudom.
Igazából a lőszer is úgy érzem fölösleges, de azt még nem pazaroljuk el, nem dobáljuk ki. Bendést megtartjuk, még hasznos lehet. Oké. Térképen is lehet közlekedni, ez jó hír. Jó, azt hittem valami hasznos. Segít, nem hasznos nekem. Kereskedő... na. Ó! Végtagcsere. Amputáció. Ellenméreg. Jó tabletta. Látom. Elég random. Cumók. Na, hol a bejáratod? Már úgy látom, sehol senki. Egy kereskedő. Mit árulsz? Hát semmi hasznosat. Az mondjuk hasznosnak tűnik, csak nincs rá zsetonom. Egy teleport opció. Gondolom meghatározhatom, hogy hova akarok visszatérni vele. Orb of Salt. Hasznosnak tűnik. Mérgező pajzs. Kár, hogy gány. Még egy cipellő. Na, már valahogy kinézünk. De valahova jutunk. Hát meglátjuk, hogy mi lesz később. Ezt a falut úgy látom körbejártuk.
hát ezt nagyon levadáztuk. Na, valami maradt utána. Kaja meg. Egy tetem. Tetemet megesszük. Nem használom fölöslegesen azt a sugárzó bogyót, mert amennyire látom, nem fogy. A sugárzásunk csak úgy. Oh, hello. Végül is XP-t kapunk, úgyhogy ezt az ötödik szintet behúzhatjuk. Kérdés, hogy hasznos volt-e bármire. Úgy látom, nem nagyon. Azon kívül picit nőtt tőle a képzettségünk. Páncél, mint skill. Egy a penész, ha egyszer kell. 35%-on ez képzettségünk, hát... mi van, ha nem? Békés kis mérgező mocsár. Na, eljutottunk a célra. Körbenézünk. És attól tartok, hogy ezzel fogjuk folytatni legközelebb. Jó pofa. A játékot az Itch.io-n ingyen be lehet szerezni. Linket adok hozzá majd természetesen. Folytatjuk innen.